Ó, sziasztok! Hát folytassuk, nem is tudom merre haladjunk. Ugye itt még nem jártunk, de nem is akarok. Itt megvan az első boss, tudnánk tovább haladni. És itt se voltunk. És azt hiszem, hogy ezt a területet kezdjük meg. Itt ugye haladhatnánk a Dragon Guard-dal, illetve egy-két cuccot elhagytam, azt kellene felszedni. Aztán úgy nagyjából rendben is van. Na nézzük. Hát ahova megyünk, az nem jó terület. Oh, fellow design. Hello, na nézzük, milyen csodákat tudnánk tanulni. A 20 000, jó. Ez talán majd kicsit később. Aha. Tehát csak a heal tudjuk betenni, mert nincs másik. Mit tudnánk megtanulni? Semmit. Tőle semmit. Akkor nem tanulunk. You wish to train yourself in stoicism. Very well. I pray we meet again. Rendben. Na nézzük, hogy állunk. Jó? Igen. Tendencia terén van két teljesen fehér. Igazából a Shadowman az hamarosan kifehéredik, kettő pedig semlegesben van. Ide kellene még valamit egerészni, hogy teljesen fehér legyen. Na, mindegy. Jól van, gyorsan megszabadulunk a felesleges cuccainktól. Ha van egyáltalán. Ez mi? Regenerator, igen, Fling. Jó. Hello again. Okay. I'm keeping a close watch on your belongings, don't you worry. Nem tudom, mennyire lesz hatékony ezt, nem visszük magunkkal. Mert ott tudunk ilyet gyűjteni. Meg végszükségben itt van ez. Lehet, hogy egy jobb mágia védelmi pajzs nem ártana. Na mindegy, meglátjuk, talán elég lesz, nyilvessző az. Határesetes. Jó, egyenlőre ennyi. Saints, sages and all manner of wise men, this I too must contribute. You have a heart of gold. Most, a Prison of Hope-ról tudni kell, hogy nem rövid. Nem annyira bonyolul, de nem rövid. Jó, meg vagyunk, upgrade-elni tudunk-e? Nem, mert pure clearstone kellene ahhoz, hogy 5-ös szintre húzzuk. Ez pedig nem quality, hanem valószínű a mágikus irányba viszem el, majd meglátjuk. Akkor viszont vásároljunk egy-két ezt azt. Igen, az nagyon drága. Nem kell fegyver, nem kell. Vegyünk pár nyílveszőt. Veszünk pár nyílveszőt, abból sosem elég. Hát igyekszem. Remélem nem halunk meg mindjárt az elején. Akkor... Rover of Latria. Latria. Ugye elméletileg ez a elefántcsontorony hölgyének a lakhelye. Igen, egy bosszúálló ember szállta meg ezt a királyságot vagy területet, és
a királynőnek elméletileg azt írja, hogy begyűjtötte az életét, és bebörtönözte a megmaradt hűséges embereit. És ez a börtön az, ahova bezárta őket, és hát azt teszik, amit a börtönbe szoktak. Jó, akkor... Van, amiket felesleges kinyitni, amiben nincs semmi, az... Ez ugye még zárva. Meg van, amit nem tudom kinyitni. Igen, szobrok. Jó van. Az agyam eldobom. Micsoda azért türelmetlen népség. A sebzésünket nem mondanám basztak. Bekapcsolt lovag úr, akinek mindenképp segítség kell. Persze. Jó, hogy mondtam, hogy amiben nincs semmi hót felesleges kinyitni. Rendben van. Mondjuk, amelyikben nincs ellenfél, azzal nincs különösebb gond. De némelyikben sajna akad. Na gyere, te bolond kutya! Mars eljedre! Meg némelyik függeszkedő úriemberre is raktak lootot, tehát nem árt odafigyelni. Ezt majdnem benéztem. Nem is tudom, mit néztem. Hírószai. Oké. Ó, Merkúri, ez nagyon jó. Erre szükségünk lesz. Minden igaz, ha kardunkat ezzel tudjuk húzni. Ó, jaj, jön a barátnénk. Helyzet az, hogy... Ez annyira fair dolog, hogy... Jó van, nincs gond. Tehát ez be, anyád segít. No, igen, tehát ez ilyen. Nemes egyszerűséggel fogja, és először megbénít egy, nem is tudom, nevezzük villámmal, utána pedig szépen odajön, és elintéz. Bár van valamennyi életem, read message. Ja, nem érdekel a... Igen, bölcs megállapítás, hogy pálya vége. Na várjunk csak, mit csináltak itt? Elzárva, nagyon jó. Na. Tehát jó a távolsági támadásuk.
Te csak annyit, mint szeretném. Az, hogy ezeknek három ütés kell, az nem kellene. Oké, Bryson of Hope. Rendben. Hát, rólatok meg is feledkeztek. Oké, Rinovnet Hero Soul. Nagyon jó. Ó, Mercury Stone Shard, az jó, jó. Hát igen, tehát itt ugye azért valamennyire föl van osztva a Boletária világa. Még vissza kell jönni, de nincs itt semmi, úgyhogy... Hát érhett a méretbe. Passzolom. Haladjunk, mert abból nem lesz semmi, hogyha folyamatosan egerészünk. Mi nincs nekem ehhez kulcsa? Most vagy elbénáztam, ami egyébként benne van a pakliba. Gyorsan átnézünk még a túloldalra. Nézzük, mi ez. East 3F. Ehhez van kulcsunk, nem? Na nézzük. Aha, oké, nincs. Hát Easthez nincs kulcsunk. Jó, arra nem tudunk menni, az már látszik. Jó, hát akkor semmi gond, majd visszajövünk később. Úgy számolom, hogy párszor még így is úgy is át kell fésülni ezt a kellemes kis helyet. A legendárium szerint ennek a királynőnek talán a férje megsértett egy vénembert, aki így állt bosszút, hogy gyakorlatilag átvette a helyét. És megszállta a világát. Egyébként találkozunk majd vele boss formájában. Ah, igen. Három F-cel ki. Hát ennyi, egy picit az ember félrenézés már is. Meg kell mondjam, jó lenne kitakarítani ezt a részt. Mert ha egy mód van rá, nem akarok többet ide jönni. Na ez az. Na, nálad mi volt, Géza? Brightwater. Nem emlékszem, hogy bár mikor használtam volna. Rendben van.
Ezüst korona, ez mit is tud? Ó, megdöveli a maximum MP-t. Végül is. Még belefér pont. Mondjuk nem sokkal növeli meg, mint látható. Na hát a semminél több. Na jó, van, gyűjtsük be a... Amúgy itt a nehézséget nem is okoz, de azért igencsak kellemetlen ez a nem épp hatalmas... Jajajaj, kutyám a fenébe! Nem túl jó fényviszonyok, úgymond. Akárhogy nézem. Kezd a Nexusnak a világszintje full feketére váltani, ha már nem full fekete. Meg is... Azt mutatja... Őrtendenci... Nem mutatja. Igazából abból sejtem, hogy nekem úgy tűnik, mintha a Nexusban lennék, kevesebb lenne az életem. Na jó, menjünk, ez nem a Nexusról szól, hanem arról, hogy szedjünk össze mindent. Na, vedd föl. Ó, megkaptam a varázsló rucit, hurrá. Ó, igen, te is akartam. Igen, help me, úr, az. Én szegényként csak help me. Stop. Szabad ilyet csinálni? Ha vicces. Szegény védtelen vitézünket megszurkálja késsel. Na, akkor viszont már át tudunk menni a túloldalra. Rising of Hope, 3 FG. Amúgy nem véletlenül dobta ezt a prizmaköveket, úgymond. Eléggé nem bonyolult, mondhatnám, de... Ó, felébe. Ez meg a halálomat fogja okozni megint párszor. Ez az értelem nélküli emózás. Na nézzük, vagytok. Hoppa. Igen, egyelőre nincs rá szükségünk, csak gyűjtögessük. Anno Hírósza úr. Noble Lotus. Na nézzük, mit is tud ez a nemes Lotus. Egyrészt ezt lerakjuk. Fűszereket lerakjuk. Gyógyítja a mérget. Az nem hátrányos soha. Thank you.
Rendben. Kulcs, nincs kulcs. Arra még dél van, nem tudunk menni. Azért megnézhetjük. Jó. Nem éri meg egyébként bemenni közéjük. Kettő. Simán ledarálnak. Nagyon jó, arra is szükségünk lesz, talán, valamikor. Tehát ezek a kis jobbágyok, vagy nem tudom mik, ugye hűséges szolgák mondjuk. Ezek kellemetlenebb ellenfelek, mint aminek kinéznek. Igen, egy. Anno Hero Soul. Nem nagyon gyűlnek a... Rendben van. Ez volt a jobbik verzió. No, tehát ezért kaptuk azt a méreg elleni füvet. Mondjuk egy párat be kellene gyűjteni, mert... Rendben van, kettő kulcs. Hát arra nem kéne. Azt hiszem nem halunk meg, hanem egy szinten lejjebb esünk, de akkor se kéne arra menni. Gyorsan körbe lapozunk, valószínűleg ezt már ki tudjuk nyitni. Még egyszer ezt az emót csinálja. Így több bizony. Borci leszek. Ez a problématikája ennek a emúzásnak, hogy ebbe bizony bele lehet halni. És ez már nem mindegy. Jó, rendben, azt nem fogjuk használni. Ugye, amit most felszedtünk, az egyrészt... Aha, az MP-t ad vissza, ez is MP-t ad vissza, ez is. Ugye ez visszaállítja a
emberformát. Ezek kulcsok, na fegyverek közül Secret Dagger. Hát egy egyszerű tűr, ahogy nézem. Igen, és ez. Egy elég jó vérzést okozó, viszont nagyon közel harci. Na, rendben. Akkor gyerünk tovább. Igen, egy picit húzódjunk hátra. Lényeg az, hogy először üssünk. Mert ha másodszor ütünk, akkor az instant halál. Elég jelentős lett az elhalálozás ebbe a börtönbe. Veszel észre? Nem vett észre, jó. De észrevett, de jó. Oké, na ez, igen. Ez az, amikor a fal majdnem megöl. Neki is 4F, nagyon jó. Igen, minden megint le lehet esni, inkább ne tegyük. Oh. Igen. Where do you call home? Dear me, I shouldn't pry. Oh, perhaps you'd like something from my collection. I've known better days. I was once the wife of nobility, and I have some nice things to show for it. Okay. Na nézzük, mit lehet vásárolni. Lehet nyilvesszőt. Ring of, tehát a kapcsiság gyűrűje, hát igen, az Nobra Lotus, ja. 3000, az Rapier. Nem árul rossz dolgokat, viszont maradjunk annyiba, hogy túl drága. Túl drága ahhoz, hogy megvegyük. And ventured above of their own volition, redemption. There exists no such thing. That depraved old man from the land. He returned in strange. Igen, most éppen a királynő sorsáról beszél. They pillaged Great Latria, land of the learned. Tehát ez a sárgába öltözött vénember elárulta a királynőt, és kifosztotta a földet gyakorlatilag. Jó. Hát itt gyakorlatilag röviden elmondta a
Nem csódók vagyunk, nem veszünk semmit. De majd később visszajövünk, lehet, hogy megölünk. Na, jók leszünk. Hoppá, na igen, ő így járt, meg fog halni. Na, szóval a sárga ruhás gonosz vénember az ténylegesen egy mágus. Hát a nyádat, hát szórakozik már tényleg ez. Kicsit bosszantó. Jó, jó, hogy nem vettem ilyet, akartam, de úgy látszik, akkor dobják korlátozott mennyiségbe. Remélem ott van. Igen, ott. Nobla Lotus, Vidó Lotus, ugye? Egyik, ha minden igaz, a igen, Plague Pest is, az hogy is mondjam, tehát a ezeknek a státusz effekteknek ebben a játékban van hatásuk. Többibe azért annyira nem mondanám. De itt ha meg vagy mérgeződve, akkor egyrészt pillanatok alatt leszabálja az életed. Nobla, nobla, Elvidó, azt nem kell. Köszönöm. Mint látható, elég tisztességesen szívja le. És hozzátartozik, hogy a gyógyító eszközök is korlátozott szinten gyógyítanak csak. Lehet, hogy nem ártana valami méregvédelmet magunkra erőltetni. Igen, ez mágikus gyűrű növeli a mágikus sebzést, de csökkenti a mágikus védelmet. Kezdődik a föld alá vezető útunk. Rendben. Valaki? Senki, oké. Ismét egy kis méregellenállás. Senki. Meg vagyok sértődve. Rendben. Igen, úgy tűnik, hogy zárva beszélgessünk. Igen, ember vagyok, még ha nem is tűnök annak. Ó, igen, ő Fréka Bölcs. Az a Sage. I am a Sage, and I can lend you my power in return. Ugye ő is azok közé tartozik, aki belépett ebbe a láthatatlan ködbe, és nem tért vissza. A másik, ha... Igen, hogy oda ne essünk le. Tehát őt ki kell szabadítani, ő varázslatokat árul, illetve bosszlelkekből készít varázslatokat. Igen, ezt rendszeresen el szoktam itt tévedni. Na, innen folytatjuk. Most már közelítünk a meghatározott időmennyiséghez. Haladtunk, tárgyat nem hagytunk el, ellenfelet nem hagytunk el eddig.
NPC-k azok maradtak el, ugye Fréket kell kiszabadítani, illetve ott van a nemes úrnak a felesége, mint kereskedő. Körülbelül egyenlőre ennyi Latvia. Latria. Eléggé érdekes és eléggé hosszú ez a pályaszakasz, mondjuk azzal együtt, hogy nagyon könnyű meghalni és folyamatosan visszamenni, megint meghalni. Kicsit ez az a szakasz, amit, ahogy ha valaki felkészülés nélkül jön be, akkor nagy valószínűséggel könnyen feladja. Na, innen folytatjuk, sziasztok!